A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 15-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban szimfonikus koncertekkel, egy kamaraopera bemutatójával, katonadalokkal és egy képzőművészeti tárlattal várom Önöket. Tartsanak velünk! A második előadással folytatódott a Kérdezd a karmestert koncertsorozat, az esten Franz Schubert művei kerültek fókuszba. Franz Schubert örökbecsű műveinek jegyében folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar az idei évben debütáló új koncertsorozata, a Kérdezd a karmestert. Az egyedi atmoszférájú közönségbarát csupa nagybetűs esten ezúttal is Dobszai Péter vezényletével szárnyaltak a zenekar muzsikusai. Amivel mi készülünk, az Schubert 5. szimfóniája és az a nyitottság, ami bármilyen kérdést lehetővé tesz, ami akár a zeneszerzőnek, akár a zenekarunknak az életére vonatkozik. Schubert a zeneirodalom egyik legjelentősebb dalszerzője, de emellett minden műfajban meg annyi értékes darabot alkotott, művészetének varázsához tartozik, hogy az emberi lélek legmélyebb rezzenéseit megragadó kompozíciói szinte terápiás erővel bírnak a mában is. Egy borzasztóan különleges ember volt, akinek a mi lenne, ha kérdés nagyon sokszor felmerül az életében. Nagyon rövid élet adatott neki, 31 évet és 10 hónapot élt, és ennyi idő alatt is egy olyan súlyú zenekari, kamara és dalirodalom tekintetében is kiemelkedő életművet hagyott hátra, ami egyszerűen fantasztikus. A lelki világát tekintve pedig egy nagyon izgalmas kettősség volt ő benne jelen, egy fékevesztett vágy a szabadságra, és ugyanakkor egy nagyon komoly alkotókedv, és mindemellett egy nagyon mélyről jövő megmagyarázhatatlan, vagy részben megmagyarázható keserűség is. Ezek áthatották az ő gondolkodását periódikusan. Különleges hangszerelési megoldásai révén varázslatos hangzásképpel gyönyörködtető kompozíciók természetesen a zenekar számára is komoly kihívást rejtettek. Én nagyon bízom abban, sőt kimondott célom az, hogy ezeket az alkalmakat lehetőleg a kollégáim is élvezzék. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megvan bennük ugyanez a nyitottság és kísérletezési kedv és bevállaló művészi attitűd, ami nagyon fontos egy ilyen előre meg nem írt estének a lebonyolításához. A feledhetetlen első hangverseny után a második ismét megerősítette, hogy a szimfonikus zenekar olyan kulturális értéket közvetít, amelynek önmaga az eredője, a jelene és a jövője. Újabb érdekes előadásnak lehettek tanúi, akik a Szent István Művelődési Házat választották kikapcsolódásul. A történelem dalban elbeszélve sorozatban a magyar katonadalok történetét ismerhették meg. A háborúnak, mint valami véres varázslónak egy intésére fölszabadultak a dalok, fölpattantak százados és évtizedes zárak.
Nem csak a katonák, a kisgyerekek, a lányok, mindenki dalol és dúdolja a nótákat, minduntalan és mindenütt megüti fülünket egy bakanótából kiszakított dallam vagy szövegfoszlány. Írta Gömöri Jenő, a neves kutató. A Szent István Művelődési Házban, ennek tükrében a történelem dalban elbeszélve programsorozat immár a negyedik találkozóján, Jelencsér Ferenc néprajzkutató témája a katonadalok voltak. Székesfehérvár katonaváros volt, és ez nagyon sok mindent meghatároz, hiszen az itt élőknek, felmenői között, akár a monarchia idején, akár a két világháború között voltak katona rokonai, és ezek az emberek nagyon jól tudtak énekelni. Nos, ezekből a dalokból itt néhányat sikerült bemutatni, vagy szövegesen, vagy az én öreg fáradt hangomon énekkel. Mitől különlegesek a magyar katonadalok? A magyar katonadalok elsősorban számuknál fogva, másodszorban jelentőségüknél fogva, harmadrészt azért, mert a legutóbbi időkig nagyon népszerűek voltak, és egy széles, nem csak férfiakból, hanem nőkből álló réteg is ismerte, tudta, énekelte ezeket. Hol, mikor? Hát lakodalmakban, névnapokon, disznótorokban, bálokban, és minden társas munkának a végén, pinceszereken, megtalálták az alkalmat a mulatságra, az éneklésre. Azt mondhatjuk, hogy a katonadalak részei a népi kultúrának? Abszolút részei a népi kultúrának, amit az is jelez, hogy a szerelmi dalok, a szerelmes dalok után a hatalmas magyar népdalkincsben a második helyet a katonadalok képviselik, mind számuknál fogva, mind pedig azon érzelmi hatás miatt, amit ezek a dalok keltettek. A katonadalok közeli rokonai a történelmi vitézi és bujdosó énekeknek, de leginkább az idegenben szolgáló magyar katonák nehéz sorsát, életét és halálát mondják el. A 18. századtól kezdve keletkeztek, de döntő többségük a 19. század második feléből való, és megújulásuk az első világháború végével zárult, tudhattuk meg a Tilinkó együttes műsorából. A katonadalaink általában abban a környezetben születtek, amelyben a népzene megszólalt, és annak a funkcióját tekintve is, hol táncosabb, hol feszesebb, akár csárdás ritmusokat magában foglaló ritmusvilággal, illetve hogyha tágabban értelmezzük a katonadalokat és olyan dallamokat, és ide veszünk akár csak hangszeres dallamokat, amelyek a katonasághoz, a katonaság életéhez, vagy a toborzáshoz, és a férfi emberek, a katonák táncához, mulatozásához kapcsolódik, akkor is meg kell állapítanunk, hogy ezek az adott környezetben, az adott népzenei környezetben hangzottak el, ezért természetes, hogy ezek népi dallamok. És mint ahogyan mindig is jellemző volt, hogy műzenei példák hatottak a népzenére, a műzene hatott a népzenére, beáramlott, és egyébként ez a folyamat, ez fordítva is igaz, a zenetörténetben nagyon sok szép példa van. Úgy itt a katonák életét kísérő zene, dallamok is sokszor idegen eredetű zenét is mutatnak. Tehát például a nem magyar fenntartású működtetésű katonaságban természetes volt az, hogy olyan dallamokra jól meneteltek, olyanokat hallottak, és ezek aztán a
megjelentek a magyar népzenében is, kicsit hallható módon nem magyar eredetűek, amelyekre akár táncoltak is később. Erre például a Radecki induló egy jó példa, amelyre Nyugat-Dunántúlon dust jártak, tehát egy férfi ügyességi táncot. Úgyhogy ezek az összefüggések nagyon érdekesek, és a történet, vagy a történelem, a zene történet során nagyon sokféleképpen nyilvánulnak meg. Ezekből az egymásra hatásokból, ezeknek a megjelenéséből válogattunk össze néhányat, és ezeket mutatjuk be itt a kedves közönségnek. November 4-én folytatódik a programsorozat, a Szent István Művelődési Ház vendége a Villőinek Együttes, a magyar nyelvű népénekek egyik reprezentáns csapata lesz. A Közösség és Kulturális Központ adott otthont az Emberi Természet című fotókiállításnak. A tárlaton a Képzőművészeti Egyetem hallgatói mutatták be alkotásaikat. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban pénteken este nagy érdeklődés mellett nyílt meg a SZIC alkotócsoport Emberi Természet című fotókiállítása. A tárlat különlegessége, hogy az alkotócsoport tagjai a Képzőművészeti Egyetem fotográfia tanszékének hallgatói, különböző egyetemeken már szereztek egy vagy több diplomát. Most azonban a vizuális kultúra a fotográfia rejtelmeiben kívánnak megmerítkezni. A kivételes művészi alkotásokat Petnendi Szabó Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem adjunktusa ajánlotta a látogatók figyelmébe. A Metropolitan Egyetemen tanítok, és ez a társaság, akik itt ma kiállítanak, egy alkotócsoportot hoztak létre azért, hogy a közösen kitalált, megtalált gondolataikat fényképen fogalmazzák meg. Soha ennyi fényképet nem csináltak a világon, mint ma. 10 000 számra másodpercenként készülnek a fényképek, vagy a fényképnek tűnő felületek. Az, mikor egy művészeti szándékú, a fotóban, mint médiumban gondolkodó emberek alkotócsoportnak a kiállításán vagyunk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy vajon azok a képek, amit mi magunk is a hétköznapokon készítünk, vajon mennyire tudatos folyamat eredményei, vagy mennyire annak az adott eszköznek a belehelyezett programjának a kiszolgálói vagyunk. Tehát nem alkotói, hanem valaminek a kiszolgálói a hétköznapokban. Ahhoz képest egy ilyen kiállításon, amin most is szerencsére vagyunk, olyan képeket láthatunk, amelyek alkotói gondolatként fogalmazódtak meg, és utána a médiumot, magát, a fotográfiát, annak majd 180 éves történetéből fakadó lehetőségeit tudatosan használva hoznak létre valódi fényképeket az alkotók. Ez egyetemi oktatóként önnek megerősítést jelent? Egyetemi oktatóként egy ilyen helyzetben lenni, az kell, hogy mondjam, hogy egy mámor. És nagyon sok szempontból. Egyrészt azért, mert igyekszünk mindig olyan hallgatókat megtalálni, és a hallgatókban kialakítani utána azt a vágyat, hogy önállóan is képesek legyenek, önállóan is el tudjanak indulni, és létre tudjanak hozni olyan művészeti projekteket, amiben ők örömüket lelik. Egy ilyen motivált társaság ritka, abszolút ritka az oktatói karrieremben, oktatói pályámon, és azért nagyszerű ez, mert aki ilyen lendülettel próbálkozik, ilyen lendülettel kutatja a világot, fedezi fel a számára új lehetőségeket, az sokkal inkább jön és kérdéseket tesz föl, és egy tanárnak is nagyon-nagyon inspiráló helyzet ez. Minden esetre a hetek Erdei Levente, Éles Balázs, Lantos Zsuzsanna, Munyé Noémi, Sastinszki Dániel, Vanek Virág és Zai Viktória bizonyították el hivatottságukat. Az alkotásokból összeállított tárlat meg annyi különleges képpel erősítette meg tehetségüket, és éltek a bizalommal, amit megerősít névválasztásuk is, hiszen a SZIDZ az elültetett magokra utal, amelyek idővel ki tudja, hová fejlődnek majd.
Több helyről jöttek a kiállító, mármint több szakmából jöttek a kiállító. Grafikus van köztük, lakberendező, matematikus, tehát nagyon szerteágazó, hogy ki mivel foglalkozik. Ők most kezdték el az egyetemet, nem olyan régen, a Képzőművészeti Egyetem fotószakját, és most erre az alkalomra készítettek fotókat, erre a kiállításra, és borzasztóan színes. Viszont mindenki az emberről gondolkodik, az emberi természetről gondolkodik. Érdekes, hogy ki hogyan nyúl hozzá a témához. A tárlat november 4-éig látogatható a ház nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig, reggel 8 és este 8 óra között. Dobszai Péter vezényletével és Kovács Gergely zongora játékkal invitálta romantikus koncertjére a zenebarátokat az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az este Mussorgszki, Chopin és Franck művei csendültek fel. Romantikus estre invitálta a Vörösmarty Színházba a klasszikus zenebarátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Farkas Ferenc bérlet második estjén Mussorgszki, Chopin és César Franck művei szólaltak meg Dobszai Péter vezényletével. Ez egy nagyon átgondolt program. Mindig nagyon törekszünk arra, hogy ne csak szép daraboknak össze nem függő láncolatát játsszuk, hanem megmutassunk valami olyan gondolatiságot, ami összefűzi ezeket a darabokat egy műsorra. Most az orosz-lengyel-francia kulturális tengely az, amit így Európán átívelő módon meg szerettünk volna mutatni, valamint César Franck-nak az évfordulója. Nagy kihívás, két junior prima díjast fogunk látni ma. Én azt gondolom, hogy ez tudatos gondolom, hogy egy olyan zongoraművészt sikerült meginvitálni Székesfehérvárra, aki a közelmúltban is remek sikereket ért el. Ez abszolút így van. A legutóbbi sikerét már azután aratta, hogy meghívtuk ilyen módon. Nekünk is egy nagyon kellemes meglepetést okozott, hogy egy ilyen szép harmadik díjjal tért haza New Yorkból, pont a mi próbáinkra készülve. Egy nagyszerű művészt ismertünk meg Kovács Gergelynek a személyében. Én nekem volt ővel korábban néhány találkozásom, de nem muzsikáltunk még együtt soha, úgyhogy nagy örömmel tapasztaltuk a próbákon, hogy megértjük egymást zenei szempontból. Az a visszajelzés, hogy egyre többen választják a klasszikus zenét itt Székesfehérváron is, megerősítést is jelent egyben? Mindenképpen, nagyon is. Semmiképpen sem szeretnénk bezárkózni, és befelé, magunk felé művészetet csinálni. Az lehet egy szép dolog, de egy város zenekarának egyértelműen közszolgálati feladatai vannak. Mi akkor tesszük jól a dolgunkat, hogyha az embereknek egyre növekvő igénye van arra, hogy amit csinálunk, abból még többet hallgassanak. A zenekar vendége napjaink egyik kivételes zongoraművész talentuma, a junior prima díjas Kovács Gergely volt, aki a New York-i Carnegie Hall-ban rendezett idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenydöntőben is helyet kapott, és a rangos megmérettetésen a harmadik helyet szerezte meg. A Vörösmarty Színházban Chopin örökbecsű remek művét, az E-moll zongora versenyt szólaltatta meg. Fel kellett dolgozni, tehát meg kellett élni minden érzékszervemmel, minden porcikámmal igyekeztem átélni azt az estét, amikor ott játszhattam a nagyteremben. Ezért ez egy nagyon különleges helyszín, és valóban az eredmény is nagyon szép lett. Az én részem ebből tényleg maga az a lehetőség, hogy én ott játszhattam, és ezt életem végéig fogom vinni, akár visszajutok, akár nem, bár természetesen az a cél, hogy egyszer visszajussak minél hamarabb. Ez megerősítés jelent egy alkotó művész számára? Abszolút megerősítés mindenféle szempontból. Minden egyes színpad, minden egyes koncert, ahol a közönség valamilyen módon reagál arra, amit mi csinálunk, az mindenféleképpen megerősítés. Pont ezért volt nehéz a vírus sújtotta időszak, amikor nem volt visszacsatolásunk a közönség részéről. És ilyen módon valóban a negatív meg a pozitív visszajelzés is ugyanúgy segíti az embert abban, hogy jó irányban haladjon tovább.
Most viszont megérkeztünk a hangversenypódiumra, ma Chopin-t játszik. Én azt hiszem, hogy ez álomszerű közönségnek és zongoristának egyaránt. Így van, Chopin mindig is nagyon, nagyon közel lehet a szívemhez, és ezt a versenyművet is, hála Istennek, volt már lehetőségem többször játszani. Úgyhogy bármikor, ha erre van igény, akkor nagyon szívesen veszem fel újra a repertoárba. Ez egy nagyon különleges darab, nagyon kilóg a többi romantikus és nem romantikus versenymű közül egyaránt. Egy nagyon sajátos, egyedi hangvétele és hangulata van, ami mindenféleképpen nem az a szokványos zenekari hangverseny hangulatát idézi, hanem egy különleges kilépés ebből a fajta megszokott repertoárból, amit ugye általában játszunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz az együttjáték szempontjából, a zenekarok is szívesen választják és szívesen játsszák ezt a darabot a koncertjeikben. Az orosz romantika kivételes egyénisége Muszorszki, Chopin a lengyel táncritmusok felülmúlhatatlan kvalitási nagymestere, és César Franck egyedülálló harmóniát nyújtó kompozíciói ismét megerősítették, a fehérvári szimfonikusok zenei útja sikerrel van kikövezve. Nagy sikerrel mutatták be Dobri Dániel egy másik Róma című kameraoperáját. A darab Nemes Nagy Ágnes és férje Lengyel Balázs történeteit eleveníti fel. Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója tiszteletére szervezett éves programsorozat keretében mutatták be Székesfehérváron is Dobri Dániel egy másik Róma című kameraoperáját. A darabot a Hímerházban láthatta a közönség. Az egy másik Róma felidézi Nemes Nagy Ágnes és férje Lengyel Balázs Rómában töltött ösztöndíjas időszakát és az alkotópár életének számos állomását. Lengyel Balázs író, az Újhold irodalmi folyóirat egykori szerkesztője két Róma című esszéjében vall az örökvároshoz fűződő kapcsolatáról. Többek között a Via Giulia és a Római Magyar Akadémia inspirálta ezt a darabot, amit a közönség ma itt hallani fog Székesfehérváron. 2017-ben voltam először Rómában ösztöndíjas a Via Giulián és a Santa Cecilia konzervatóriumon. Ekkor 2 hónapot töltöttem el Rómában, és ez alatt, a 2 hónap alatt ismerkedtem meg Lengyel Balázsnak a Két Róma című írásával, esszéjével, ami arról az időszakról szól, amikor a II. Világháborút követően magyar költők, írók, képzőművészek, zeneszerzők ösztöndíjas lehetőséget kaptak Rómába, a Római Magyar Akadémiára, ugyanazokba a szobákba, ahol én is éltem akkor, és ebben az időszakban volt ott Lengyel Balázzsal együtt az egykori felesége, Nemes Nagy Ágnes is Rómában, de ott volt ebben a társaságban Pilinszky János, Vörös Sándor, a később Párizsban világhírűvé vált festőművész Hantai Simon, de például Takács Jenő zeneszerző is, tehát egy nagyon illusztris, nagyon jó társaság volt együtt Rómában ebben az időben, és erről a közösen töltött fél évről ír Lengyel Balázs ebben a Két Róma című történetben. Ez a Két Róma című írás az alapja az én kamaraoperámnak, ez alapján írtam meg a librettót, de alapvetően nem csak a római létre fókuszál ez a darab, hanem egy férfinő kapcsolatra, és ennek a kapcsolatnak a teljes történetét, teljes amplitúdóját próbálja megmutatni a megismerkedéstől, a közösen Rómában töltött időn át, az elválásig és az öregkorig. Tehát elsősorban ez inkább két embernek a története, mint Rómának a története, viszont egy római szemüvegen keresztül látjuk ezt a mesét. A
színpadi zenemű egy férfi és egy nő szerelmének történetét mutatja be Blaskó Borbála rendezésében, a szerepekben Tatai Nórával, Kiringer Lászlóval, Jókai Ágival, Fellinger Domokossal, Kis Péter Zongora és Szűcs Péter klarinét kíséretével. A próza, a líra, a zene és a mozgás művészetét ötvözi. Ez elég nagy kihívás volt számomra, hogy egy ilyen anyaggal foglalkozzak, egy ilyen komplex anyaggal, és főleg, hogy zeneileg ilyen magas elvárás van, hogy egy, tehát hogy a zene az a kiinduló pont, és annak kell szinte mindent alárendelni, de ezt jó értelemben véve. Tehát, hogy az adja meg az alaphangot, a zenei partitúra, meg a világ, és azt kell nekem szolgálnom a látvánnyal, a mozgással, a színészek, a zenészek és az opera énekesek színpadi megjelenítésével. Visszahúzzon, senki nincs, erőt neki, választ ne vár, magad szerelmed rá. Miként lehet ezt hitelesen hozzáfűzni Nemes Nagy Ágnes gondolataihoz, illetve a kettőjük gondolataihoz? A szövegkönyvnek az összeállítása az nem az én feladatom volt, hanem ezt a Dobri Dani már nekem készen adta a kezemben, tehát hogy megvolt egy nagyon erős szövegkönyv, és megvolt már a zenei anyag is, és az én feladatom az volt, hogy egy világot teremtsek köré, egy olyan színházi világot, amiben ez érvényesen tud működni és megjelenítődni. Tehát egy kicsit úgy, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen? Épp lehet, igen. Így is lehet fogalmazni, igen. Hogy nekem már tényleg egy nagyon erős anyag volt a kezemben, egy alapanyag, és az én feladatom az volt, hogy álmodozzak. És hogy tehát ugye a látványvilágot, az eszközöket, a kellékeket, a díszletelemeket és a színészeket úgy mozgassam és úgy instruáljam, hogy érvényessé tudjon válni ez a kamera-opera. A darab a székesfehérvári bemutató előtt már megjárta Európát. Az előadás premierje idén márciusban Budapesten volt. Majd a produkció részt vett egy olaszországi turnén, bemutatkozott a Római Magyar Akadémián, majd a nápolyi Ars Domusban is. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.